A Magyar Kémény Kft. elkezdte az idei első ellenőrzést. Ebbe beletartozik a kémények és tüzelőberendezések ellenőrzése és tisztítása is az esetleges problémák elkerülésére. A társaságunk a Magyar Kémény Kft. komárom esztergom megyébe is megkezdte a kéményeknek a első ellenőrzését, tisztítását. Ezek során a, gyakorlatilag végrehajtjuk a gázkéményeknek az évente egyszer szükséges ellenőrzését, tisztítását, műszaki felvizsgálatát, a szilárd tüzelésű kéményeknek pedig az első ellenőrzését, tisztítását. Az idejében ugye még egy ilyen ellenőrzés, tisztítás lesz majd az év utolsó harmadában. A gázkémények esetében jellemző probléma, hogy a beüzemelés óta a környezetben történtek változások. Ha például a tüzelőberendezés és a kémény környezetét. Ilyenkor levegő utánpótlási problémák történhetnek. Ha pedig elszívó berendezést építettek be, az teljesen megváltoztatja a kémény működését. Ezért a visszaáramlásos balesetek megelőzésének érdekében nagyon fontos az ellenőrzés. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a szilárd tüzelésű berendezésekre is figyeljünk oda. Nem mindegy, hogy milyen anyaggal fűtünk. Ha valaki nagy nedvességtartalmú fát használ, petpalackot használ, illetve nagyon sok probléma van az ilyen préselt pozdorja, ami nagyon jól lég viszont ez is a kéményt és a környezetet is szennyezi. Egy ilyen lekátrányosodott kémény az ugye könnyen meggyulladhat. A másik, amire ugye oda kell figyelni, hogyha ha kéményseprő az ellenőrzés tisztítás műszaki felülvizsgálat során problémát tapasztal, akkor ezt hiba jelzi. Ha egyes kódot talált a kéményseprő, akkor nem szabad azt az adott kéményt tovább használni, addig, amíg ki nem állítta a kéménysepről, a rendbetétel után egy olyan tanúsítvány, amiben ugye már nincs ilyen egyes kód. Ha kettes, hármas, négyes, ötös kódot állít ki a kérdéspről, akkor az egy olyan hiányosság, ami nem minősül veszélyesnek, de a következő ellenőrzésre tisztításra ki kell javítani, mert a tendenciózusan fennáll, akkor ez is veszélyes. És mind az előbbi, mind az utóbbi esetben, amikor ugye tendenciózusan fennáll a probléma, akkor van egy bejelentési kötelezettségünk a hatóságok fele, vagy a tűzvédelmi, vagy az építési hatóság felé, akik ugye szükséges intézkedéseket megteszik.